A Balázs Béla díjas magyar filmrendező, egyetemi tanár Gárdos Péter idén töltötte 70. életévét. Több dokumentumfilmet és játékfilmet, valamint színházi előadásokat is rendezett, most azonban íróként is bemutatkozott. A Hajnali Láz című könyve 2010-ben jelent meg Budapesten, rá 5 évre került a mozikba a könyv alapján készült film, amelyet természetesen szintén Gárdos Péter rendezett. A szülei levelezésén alapuló szerelmi történet a holokauszt utáni élni és szeretni vágyás könyve. Pár évvel a magyarországi megjelenése után szinte minden európai nyelvre lefordították már a Hajnali Lázat, de megjelent már Brazíliában, Tajvánban, Kínában és Koreában is. A tavaly Prix d'Europe díjjal is jutalmazott regényt most már románul is olvashatják. Látod, előszedtem őket, ott hevertek a szépben. Több mint 60 éven át. 3 hete ért véget a háború. Hivatal válaszolt. Elküldte egy csomó lány címét. Hány levelet írt? 117-et. Kiválasztok közülük egyet. És szerelmes leszek belé. Kedves Nóra. Kedves Erzs. Kedves Lili. Nem tudom, hogy ismered Debrecenből. Ki küldte? Nem ismerem. Egyszer csak levelem érkezett. Egy ismeretlen írta. Férfiba sose víz. Kedves Lili. 25 esztendős vagyok. Posta! Kedves Miklós, valószínűleg nem vagyok azonos azzal, akire gondolt. Ennek ellenére szívesen folytatnám a levelezést. Megpróbálom magam lerajzolni. Olyan szeretnék lenni a fotó, mint egy sejtelem. Nem vagyok egy Adonis. Azért nem bírod a pillantásomat, mert egy kókler vagy. Több levelet is írtál azonos szöveggel. Krankheit ist leider schwer. Irreversibel. Hogy vagy? Nagyon jól. 6 hónapon maradt. Ezt állítja az a hülye Lindholm. Eljöhetni hozzám Eksőbe. Észnél vagyok, utazni akarok. De meg fog halli! Miklós makacsul hinni kezdett abban, hogy ha meg tudná állítani a székét, amin ül, akkor talán meg is gyógyulhatna. Az a fickó nem jöhet itt. Még azt akartam mondani, minél előbb a feleséged akarok lenni. Lányok szöktesnek be hozzájuk éjjelenként. Nincs ember, aki eltérítse. Mikor kibontom a leveledet, reménykedem, hogy benne lesz a dátum. Ekkor és ekkor érkezem. Nincsenek csodák. Voltál már úgy valakivel, hogy elkezdtetek beszélgetni, és hirtelen azt érezted, hogy 100 éve ismered? Egyetlen drága Lilikém. Minden pillanatban jobban és jobban szeretlek. Te vagy a Lili. Szeretettel köszöntöm a magyar adásban Gárdos Pétert. Kedi csokoló. És hát annak kapcsán találkozunk ugye itt, először jár Bukarestben, amint az előbb említette, hogy román nyelven is megjelent a Hajnali Láz című regénye, és hát nem is tudom, ez a 40-20-dik, vagy csak a 36-dik. Csak a 36-dik. Érdekesség ez, hogy román nyelvre is lefordították, de hát nekem inkább azok tűntek különlegesebbeknek, hogy Korea, meg Tajván, meg Vietnam, meg ilyen helyeken. Nekem is azok tűntek, igen. Mert azt, hogy egy közép-európai országban lefordítják ezt a regényt, amelynek tulajdonképpen a problematikája nagyon ismerős lehet egy romániai embernek is, az nekem nem meglepő. Az, hogy Tajvanba álltam egy sajtótájékoztató közepén, és utána pedig 170-es sor kígyózott előttem, akik dedikáltatták, elolvasták, majd dedikáltatták ezt a könyvet, ott feltettem magamnak a kérdést, hogy mit érthet egy tajvani mezőgazdász, vagy jogász, vagy orvos, vagy bolti eladó abból, hogy az én szüleim holokausztul élők. Mit jelent egy holokauszt, mit jelent nekik? Én azt gondolom, hogy, és akkor itt gyorsan összefoglalom azért, hogy aki nem olvasta, vagy nem látta a filmet, akkor azt tudjon róla, hogy ugye a szülei szerelme van leírva a könyvben, és éppen az érdekes, hogy holokauszt után kezdődik, tehát nem egy szokványos. Hogy találnak egymásra, mind a ketten Svédországban egy-egy rehabilitációs tábor, központ, nem tudom, minek nevezhet, igen, hogy találnak egymásra, és akkor hazajönnek Magyarországra, és élnek szépen tovább, és itt van ugye az eredménye is velünk szemben. Vajon mit is akartam mondani ezzel? Ja, igen, ahogy azt hiszem, hogy azt értik ők,
Tehát az emberi, a mély emberi történetet. Igen, valószínűleg van egy üzenete a könyvnek, egy nagyon tudatos üzenete, hogy nagyon nagy szavakkal, hogy a halál le lehet győzni a szerelem erejével. Tulajdonképpen kétszer is. És az Uraim tulajdonképpen sorsa ezt példázza, bármilyen hihetetlen. Azért, hogy egy kicsit beljebb legyünk, gyorsan mondok még egy tényt, ami a legérdekesebb tény a papám életében, hogy az apámat, mikor 1945-ben megvizsgálta a svédországi orvosa, speciál Gotland szigetén, tehát egy katonai táborból átalakított egészségügyi táborban, akkor rögtön közölte is vele, hogy hát sok jót nem tud mondani, 6 hónapja van hátra. Egy nagyon súlyos, tifusszal terhelt tüdőbetegsége volt, 26 kiló volt. 1948-ban találták fel annak a betegségnek a gyógyszerét, amelyel ő szerencsétlen meg volt terhelve, tehát teljesen természetes volt, hogy itt jobb az igazsággal szembesíteni az apámot, mint össze-vissza hazudozni. És az apám, aki egyébként egy végtelen optimista természet volt, ez a következőkben majd ki is derül, meghallgatta ezt a diagnózist, és rá 3 hétre beszerezve a svédországi menekültügyi hivatal azt a címlistáját, ahol rögzítve voltak, hogy a Debrecen környéki lányok, azok asszonyok, azok hol vannak ápolva, hol ápolják őket szerte Svédországba, megcímzett 117 borítékot, és 117 vadidegen ismeretlen nőnek elküldött egy kicsit hamiskás levelet, apám nagy szélhámos lehetete szerint. Mert a harmadik mondat mindenkinek azt írt, hogy valahonnan ismerem magát. Most az apámat hát, nem ismerte, a világ legfélszegebb, leggátlásosabb embere volt. Én szerintem 117 nőt élete végéig nem ismert. De hogy akkor 25 éves korában, 26 kilósan és halálra ítélve nem ismert 117 nőt, abban biztos vagyok, és ebből nagyon sokan válaszoltak. Na most tulajdonképpen a csoda az, hogy én itt ülök magával szemben, mert az, hogy megszületett a szerelem, ez a regény és ez a film, amit később ebből a regényből csináltam, az erről szól, az ő szerelmükről. De hogy az apám nem halt meg, tehát hogy az orvosi diagnózis nem vált be, az azért igazán meglepő. És hogy ez mennyire meglepő, azt én lecsekkoltam utólag. Mert amikor hozzáfogtam ehhez a regényhez, akkor sok más mellett ezzel adatokat gyűjtöttem, és az apám, aki egyébként egy nagyon rigorózus, nagyon gyűjtögető ember volt, mindent az égvilágon eltett a svédországi rehabilitációs tábor időszakából, tehát nem csak az orvosi jelentéseket, nem csak a súlyegyeket, minden nap lemérte magát, és adott a svéd speciális mérlegkészítő automata egy ilyen súlyegyet, ami képzelj el, hogy 150 ilyen súlyegyet eltett egy borítékba, de többek között eltette a röntgenfelvételeit is. Tehát a korabeli röntgenfelvételeit is. És elnézést, hogy közben, de ezeket ön már a halála után látta, vagy tudott már az előtt? Nem, olyan erről kell, később. Okay. De ami igazán érdekes, hogy én 2000-ben volt, hát hülye vagyok, 2003 táján megkerestem egy nagyon híres orvos professzort, aki orvostörténelemmel is foglalkozott, speciál egy tüdőgyógyász volt, és minden információ nélkül átadtam neki 2 darab fényképet, az apám 2 tüdőröntgenét. És azt kérdeztem tőle, hogy ezek a röntgenek, ezek 1946-ban születtek, az izgat engem, 45 végén, hogy ön, mint orvos professzor és orvos történész, mit diagnosztizálna ebből a betegségből. És következők derültek ki, megnézte, találkoztunk egy budapesti kávéházba, megnézte, és azt mondta, hogy Gárdos úr, hát nem tudom, ki ez a fénykép, de ha 1945-46 táján ezt megkapta volna, mint orvos, akkor az esélyei ennek a embernek, nem tudta, hogy férfi vagy nő, ezek nagyon rosszak lettek. Mondom, pontosan számban milyennek, azt nagyon pontosan meg tudom mondani. Ennek a betegségnek a halálozási rátája 1945-46-ban 87%-os volt. Tehát 13% életben maradt, és 87% elhunyt. Tehát amikor a svéd orvos azt mondta a papámnak, hogy ön meg fog halni 6 hónap múlva, akkor a lehető legkorrektebb módon tájékoztatta a lehetőségeiről. De a papám még utána 1998-ig élt, tehát utána több mint 50 évig, és én 1948-ban születtem meg ennek a szerelemnek a eredményeként vagy gyümölcseként, tehát az svéd orvos, ha úgy tetszik, tévedett, tehát a szerelem, az apám és anyám szerelem az valamilyen módon
hogy mondjam, csak kontrázott a halállal. És ezt megérthetik bárhol a világon. Ezt ajvamban, sorbanállók is értették. Mert egyébként, végül is a holokauszt is egy trauma. Tehát, hogyha valahol valakinek valamilyen típusú traumája volt, nyilván nem akarom összehasonlítani semmit a holokauszttal, mert az szerintem a csúcsa mindennek. Igen, azt gondolom, hogy ipari módon elkezdik kiirtani, nagyipari módon kiirtani egy népcsoportot, vagy egy bizonyos csoportját az emberiségnek pusztán azért, mert valami ennek született, ez valóban a történelemben egy elég ritka pillanat. Ilyen szempontból tényleg egy elképesztő történet. Milyen, de hogyha mondom, hogyha valaki valamilyen traumán átesett már, akkor nyilván, hogy az élni akarás, a vágy, az akarat, hogy túléljen valamit, és előről kezdje akár, azt meg tudja érteni. Igen, valószínűleg ez lehet a közös kulcs, tehát az is azt gondolom. Egyébként a előbbi kérdésére, hogy én tudtam-e, vagy nem tudtam erről a dologról, az egyértelmű válaszom az, hogy így nem tudtam. Tehát adom a szintjén tudtam, hogy a szüleim azok Svédországban esküdtek meg. De miután én gyerekként ezt nem igazán fogtam föl, mindig mondták, hogy Stockholmban volt az esküvő, tudtam egyébként, hogy jóval később megtudtam, hogy ők zsidók, erről a családban nagyon sokáig nem beszéltek, tehát ezt a szót, hogy ezt a fogalmat, hogy zsidó nem is hallottam 12 éves koromig. Utána meg tudomásul vettem, hogy igen, volt valami haláltábor, ahol ők megszabadultak, és azt képzeltem a magam gyermeki naivitásával, hogy egy kórházba ápolták őket, az egyiket a férfi osztály az első emeleten, a másikat a második emeleten a női osztályban, és a folyosón valahol a lépcsőházba találkoztak, egymásba szerettek, punktú. De a papám halála után az történt, hogy a mamám egy héttel később, hát számba véve a hagyatékát az apámnak, ma mindenféle értelemben szellemi és a fizikai hagyatékát is, tehát a ruháit, a nyakkendőit, a kitüntetéseit és például hát a leveleit. Újságíró volt, tehát rengeteg írása is lehetett. Kéziratát, mondom, nagy gyűjtő volt, minden három példányba tette el, tehát itt egy könyvtárban ülünk, ez a könyvtár, ez csak a negyede annak, ami az apám könyvtára volt, egy 17 ezer kötetből álló könyvtára volt, aminek az alsó részei gyűjtötte a saját írásait. Tehát ezeket mind számba vettük, akkor a legeslegvégén, az egy hét legvégén a mamám előjött egy bádogdobozzal, ami egy régi századfordulós kávés, egy mennyféle kávés doboz volt, ütött, kopott, benyomott kávés doboz, és azt mondta, hogy hát ebben van egy valami, nem tudom, érdekelett téged, és mondom, mik ezek? Hát azt mondja, levelek. De milyen levelek? Hát azt mondja, hogy mi? Mi írtunk egymást? Kik írtak egymást? Hát én meg az apád. És kinyitotta a bádogdobozt, és két nagyon figyelmesen és figyelemmel átkötött levélcsomag volt benne, amelyet egyébként akkor már 50 éve nem bontottak föl. Ez egyik egy lila, másik egy zöld szalaggal volt átkötve, nagyon elegánsan, olyan volt, mint két ilyen cukorkás csomag, de vastag. És azt mondta, hogy hát az egyiket az apád írta nekem, a másikat én írtam az apádnak. És mikor? Hát 1945. augusztusától 46. márciusáig, amíg meg nem esküdtünk. Tehát 7 hónap levelezése volt benne, ez 130-valahány levél volt. Mint kiderült, később volt annak, amikor két levelet is küldtek egymásnak, tehát folyamatosan leveleztek. A svéd posta az úgy működött, ahogy a könyve meg van írva, tehát hiba nélkül kézbesítette ki ezeket a leveleket. És átadta 1998. augusztus 8-án, tehát ha jól tudom, akkor 45, meg 98, a 9 szám 46 és 98, hogy 53 évvel később átadta nekem azokat a leveleket, amelyeket ők egymással váltottak, és amelyeket én egy éjszakkal elolvastam aztán ezen az augusztus 8-ai éjszakán. Tudott még azon az éjszakán aludni? Nem. Az egy megrázó éjszaka volt, tudnék, hát nem nehéz ezt szavakba ölteni, de hát ugye arról van szó, hogy az ember beles egy kulcsukon. A kulcsukon a szüleinek a bimbozó és egyre szárba szökő szerelmét látja, a legvégén a levelezésnek a második felétől kezdve már erős szexuális utalásokkal. Tehát egyrészt az ember úgy van vele, hogy a szüleiről egészen más képet őriz, tehát azt a fiatalkori képet, amelyet az ember nem láthatott, hát miért láthatott volna a Covid, meg mi gyerek sem volt, még csak sejtelen volt, erről fogalma nincs. És ebben a levelezésben olyan dolgok derülnek ki az apámról, amelyet én
én álmomban nem gondoltam. Tehát amikor elolvastam ezt a leveledést, akkor persze filmrendezőként rögtön az volt az első reakcióm, hogy ebből filmet szeretnék csinálni, és azt is tudtam, hogy ez nem lesz könnyű, mert ez olyan lesz, mint egy felfedező út az apám felé, vagy felfedező. Anyám élt, szerencsére még ma is él, 92 éves, azt kell, hogy teljesen egészséges. És arra módon volt, hogy ezzel a 98-as éjszakai olvasás után én elkezdjem faggatni az anyámat vadul és engesztelhetetlenül, hogy ő tulajdonképpen mi történt. Aki végre akkor megnyílt? Hát hogyha akkor, évtizedekig nem beszéltek. Na most azt képzelje el, hogy 50 évig erről nem beszélt. Én azt, hogy én zsidó vagyok, azt egy teljesen furcsa és véletlen esemény folytán tudtam meg 11 és fél éves koromban. Majd erre is kitérek, mert fontos tudni, hogy ez, valami gyerekkori, gyerekes gyerektörténet, de azért érdekes, mert éppen arra világít rá, hogy milyen, mennyire fedett volt ez a múlt, hogy a szüleim mennyire nem akartak erről beszélni, hogy milyen el volt temetve bennük a saját megismerkedésük és szerelmük története. Egyébként az első kérdésem az volt az anyámhoz, hogy te ide figyelj, te mikor olvastad ezt? Azt a soha. Tehát ő átadta nekem ezt a dobozba őrzött levelezést, amelyet mondom át volt kötve két szallaggal. Ők ezt a két szallagot 1946 márciusában köthették rá, valamikor március közepén az esküvő táján, tehát eltették az ő levelezésüket, hogy egyszer majd elolvassák, és soha többet elő nem vették. És ha belegondol abba, hogy nagyon sokszor költöztünk, és ezt a bátordobozt mindig azért magukkal vitték, hogy majd egyszer. Uh-huh. A papám úgy halt meg, hogy erről nem beszélt. Egyébként az apám elképesztő jó költő volt, és azt gondolom, hogy amikor ezeket a leveleket elolvastam, hogy nem akármilyen író is lehetett volna. Tehát egy nagyon tehetséges stollú, egy nagyon erős stílusérzékű, rendkívül jó dramaturgiai érzékű ember volt. És ezt az ötletet, a sajátját nem írta meg, pedig szerintem, hát ha valami, akkor az ős életében ez volt a legeslegfontosabb mozzanat, ami ugye a papírra kívánkozott. De hát az anyám, aki nem beszélt 50 évig, és itt kanyarodnék vissza, amit Emre-ről elkezdtem beszélni, az nem csak, hogy megnyílt, de kiderült, hogy olyan aprólékos mélységig emlékszik minden egyes apró mozzanatára a holokauszt élményeinek, majd utána a svédországi rehabilitációjának, amely tulajdonképpen minden logikus és épeszű gondolkodás ellen való. Elmondok egy példát, hogy ne csak a levegőbe beszéljek, hogy 1944. október 15-én megjelenik Budapest utcáin a felirat, hogy minden zsidó lánynak és asszonynak 18 és 55 között jelentkezni kell egy kisok pályának nevezett valami, de ez a kisok, tehát egy sportegyesület volt kint Kispesten, annak a pályáján munkafelvétel céljából. Hát természetesen a dolgok mélyen az volt, hogy ezeket a zsidó asszonyokat, akiket épp sárga csillaggal gyűjtöttek össze, így a legegyszerűbben pillanatokon belül lehessen elküldeni különböző németországi haláltáborokba. De hát akkor ezt nem tudták. De hát az anyám is elmúlt 18 éves, és úgy gondolta, hogy neki is meg kell jelenni a rendelet értelmében, úgyhogy a néni nagymamám az ő mamája felöltöztette őt, és a unokatestvérével elindultak az akkor már csillagos házból villamossal a kisok pálya felé. Nagymamája nem kellett menjen? Nagymamám okosabb volt, de kellett volna mennie, de ő azt mondta, hogy ő nem megy, és ő elvonult egy rokonához a föld alá. Külön történet. Az anyámat csak akart engedni, az anyám különböző oknál fogva, egy jogkövető ember volt, meggyőződése volt, hogy ami ki van, az el kell menni. Különben is úgy gondolta, hogy 18 éves, neked az anya ne parancsoljon, felnőtt, hát a szokásos játszma. És várták a 18-as villamost, és az anyám 1998. szeptemberében elkezdte azt mesélni, hogy hát ott álltak, mondom, a Szepéterkém, ott álltunk, 18 éves voltam, és jött a villamos, és én felszálltam, és akkor észrevettem, hogy a bal bagancsom cipőfűzője az kioldódott. És hát, mikor mondtam is a testvéremnek, hogy váljuk meg a következő villamos, meg én nem szállok fel, mert ez pehjet, ez szerencsétlenséget okoz, úgyhogy nem szállt fel, lehajolt, bekötötte a cipőfűzőt, és megvárták a következőt. Most maga el tudja azt képzelni, hogy emlékszik egy
fiatalasszony még egy 25 évvel ezelőtti cipőbe kötésre? Hát ez kezdve kizárt. Na most ugyanilyen pontossággal, ugyanilyen háromdimenziósan, ugyanilyen színesen és szagosan elmesélte azt a 3-4-5 hónapot, ami élete legtragikusabb időszaka volt, és aztán azt a pár hónapot, ami élete legcsodálatosabb és legizgalmasabb szerelmi dolga volt. És én természetesen, mint filmrendező, engem a tárgyak érdekeltek, a hangulatok, a fények, és ő mindenre válaszolt. Ha azt kérdezted tőle, hogy mi volt a reggeli az Eksői táborban, az Ekső ez egy kisváros, Svédországban, annak a katonakórházában ápolták az anyámat is, akkor ő azt mondta, hogy behoztak 4 darab orsót, amely egyébként, amelynek egyébként egy kék virágzata, valamilyen kék Svédországban termő virág volt rárajzolva az oldalára, és 2 tej volt, 2 kakaó. Most hát nekem ez olyan volt, hogy aranybánya. Hát, hogy gyakorlatilag elkezdtem utazni, mint hogy a filmet láttam volna az anyám emlékezetében. De az apám, sajnos az apám, az nem beszélhetett semmiről, mert ő már szegény meghalt. És hát úgy ment el, hogy nem csak, hogy erről a történetről nem mesélt, de a levelezésem mutatta meg. És igazán az volt a problematikus, és most fanyarodnék vissza arra, hogy mit éreztem azon az éjszakán, hogy tudtam, hogy az anyám most már nem állhat ellen, szóval ezek után nem lehet, hogy ő ellenáll annak, hogy megnyíljon. De az apámat sajnos nem faggathattam, és az apámból, ha úgy tetszik, akkor darabonként, mozaikokként ki kellett rakni, mint egy pázalit azt a fiatalembert, aki azt a bizonyos harmadik mondatot 117 levélben leírta, akit én nem ismertem. Az apám nem az az ember volt, aki valaki azt mondta egy nőnek, hogy én ismerem önt, vagy magát, vagy szeretnék önnel megismerkedni. Az én, hogy mondjam, szemszögömből messze nem ilyen ember volt. A halál szélén másképp gondolkozom. Persze. Úgy gondolom. Én is így gondolom, de hát persze, nekem. És ez borzalmasan hiányzott, úgyhogy semmi már, én azért vagyok hálás a sorsnak, hogy nekem megadta azt a lehetőséget, hogy eljuthattam szerintem az apám leglényegéig, és felépítettem azt az apát, vagy azt az apaképet, amelyet nem volt módom nyilvánvaló az én felületességem, vagy linkségem, vagy nem elég erőszakosságom okán megtudni korábban. Engem itt most csak az lep meg hirtelen, hogy ugye azt mondja, hogy az édesanyja akkor nagyon megnyílt, és igen, nagyon mindent akart beszélni, hogy mégsem vállalta a nevét, ugye, a regényben és hát a filmben sem. Történet, nem vállaltam. Gondolom, hogy megbánhatta utána, úgyhogy el tudom képzelni. Nagyon, és hogyha ennyit mesélt, hogy tudott annyi minden, de annyi évtizeden keresztül magába folytani, vagy hogy lett az, hogy kinyílt ez a kapu, csak így? Ez két kérdés, a másodikra válaszolni kell először. Én azt hiszem, hogy itt volt egy, az apánnál is, nála is egy nagyon erős szégyenérzet. Azért, hogy ők túlélték? 3 oka is van ennek. A kettőnél azonosak az indokok. Az egyik az, amit mond, hogy ők túlélték, és sok más milliós sorstársuk belehalt. És ők ezt nem úgy érték meg, hogy ők a kiválasztottak, vagy ők a szerencsések, hanem úgy érték meg, hogy kvázi annak a sok-sok millió embernek a halála váltotta meg az ő életüket. Ami persze teljesen hamis tudat, de nagyon érthető, hogy aki ezt átérte, és ezt a traumát nem tudta önmagában igazán feldolgozni, az ettől a perctől kezdve szégyelte az életét, amely egyébként halálra volt ítélve. Hónapokon keresztül, nem véletlenül az anyám úgy menekült meg, hogy ő 25 kilós volt a felszabadulás pillanatában, ezt egy amerikai angol csapat szabadította fel Bergen-Belsen, ezt a bizonyos haláltábort, és ugye akkor már, ez áprilisban volt, a rabok után tele voltak tetvekkel, anyaszült mesztelenre vetköztek, és kimentek a napra, hogy akkor már nem, a németek eltakarodtak onnan a katonák, és bejöttek az amerikaiak, és aki tudott kúszni, mászni vagy menni, azok elmentek vagy kórházba, vagy ezekbe az egészségügyi sátrakba, és próbáltak élelemhez jutni, és próbáltak hazafelé tengődni. Akik ott maradtak, azok pedig azért maradtak ott, mert már nem volt erejük ott maradni, és anyám feküdt a... Azt képzelje el, ez a Bergen-Belseni plac, ezt kép fotón aztán megnéztem, ez egy hatalmas, több száz négyzetméteres, sima, egyszerű kőplató volt, ahol feküdhetett 3000 mesztelen nő, mint egy csontváz. És az amerikai őrmester egy német tolmáccsal az oldalán azt kiabálta, hogy aki még él,
az jelentkezzen. Mm. És ott feküdt 3000 hulla. És az anyám, aki ezt hallotta, és agonizált már, és nem volt magánál, zárójel, elfelejtette az anyja nevét, és elfelejtett írni, ez majd utólag kiderül. Mm-hmm. Felemelte a két kez, egyik a két ujját. A jobb kezével egy fél méterre a föld fölött, és azt meglátta az amerikai tiszt, és azt mondta, hogy azt a nőt még hozzák ki. És berohant két szanítész, feltette egy hordágyra, bevitték, nem tudott magáról ki egy hétig. És aztán annyira magához tért, hogy akkor meg tudtam mondani a nevét, szép lassan annyira feltornázták, hogy eljutott, mert három ország ajánlotta fel, hogy vállalja ezeknek a zsidó túlélőknek a további ápolását. Ez Svédország volt, Svájc volt és Anglia, és akkor választhattak, és Svédországot választotta, és akkor felkerült egy malmui hajóra, Lübeckbe behajózták. De hát úgy tetszik, akkor az, hogy ő ezzel a dologgal egyszer és mindenkorra végezni akart, és nem akarta ezt önmagába felidézni, ez nagyon is természetes emberi reakció. Hát gondoljon bele, hogy elolvastam ezt a 130 levelet, és hát olvasta a regényt, és látta a filmet is, és tudja, hogy tulajdonképpen a holokauszról alig van benne szó. A levelezésben 3-4 helyen említik meg, mindketten, apám és anyám is, hogy volt valamilyen borzalom az életükben, de ezt zárják le. Tehát ők tényleg falat emeltek a közé, amit volt, és az a jövő, amit ők akartak élni. Hát az, hogy ő 50 évig erről nem beszélt, és ezt az egész dologot, a sorsot, a puppot, a zsidóságot, ezt a szörnyű hátteret, amit ők örökítettek ránk, én rám is a testvéremre, azt ők eliminálni akarták, meg akarták szüntetni. Tehát nagyon természetesen gondolom ezt egyes számú pszichológiai indokot. A második számú indok, hogy tulajdonképpen a magyar társadalom is általában ezek a szocialista ország, tám tömbé nemesedett országok, akik a sztálini birodalom, hogy mondjam, övezetébe tartoztak, ezeknél tulajdonképpen a háború után egy közmegegyezés volt, hogy nem firtatják a vallást. Általában vallásellenesek voltak, és úgy gondolták, hogy hát ha már semmilyen vallást nem ismernek el, akkor ezt az egész zsidó dolgot is megszüntetik. Tehát nem kell ezt bevallani, nem kell erről beszélni. Ilyen megegyezés, hogy ez egy hallgatólagos megegyezés volt. Mi elfogadunk, és ezt az apám, aki egyébként újságíró volt, az nagyon boldogan megtette. A kádárizmusnak ez volt a lényege. Az egész zsidó értelmiségi, aki mellé állt a kádárizmus mellé, az tulajdonképpen azt kapta a cserébe, hogy elfeledkezhetett a zsidóságáról. És utána ezt ők a kamaszkorukban, ifjúkorukban ebbe belegebettek, és aztán később belekerült, a holokauszt volt a végállomás, úgy gondolták, hogy ennél ajándékot nem adhatna egy rendszer nekik, hogy újból tiszta lappal kezdhetnek, hogy nem zsidók többé. És ez tulajdonképpen a szüleimnek ez a szégyene és ez az alkuja, ez megpecsételte kvázi a mi sorsunkat, és ez a második generációs holokauszt nemzedékét valamennyit. Hát én nekem nagyon sok ismerősöm, barátom van, akikben 40-50 éves korunkban kezdtünk erről beszélgetni, és fel nem merült kvázi a származásunk, hogy mi honnan, ugye nem voltak vallásos zsidók a szüleim, a nagyapám az még egy kicsit, nem, ő sem volt ortodox, betartott egy pár vallási előírást, és hát tulajdonképpen a közép-európai zsidóság, beleértve a romániait, beleértve a lengyelt, a magyart, a csehet, ez tulajdonképpen mind asszimilálódni akart. Tehát mind el akart, azt gondolta, hogy ő majd cseh, román, magyar és lengyel lesz. Ugyanolyan lengyel, mint aki 300 éve élt azon a földön, ugyanolyan magyar, mint aki, de ez egész, ugye ez egy nagyon furcsa nép, a magyar speciál, tehát tényleg mindenfajta náció van benne. Nagyon kevesen tudják visszaeredeztetni az őseiket a Etel közre. Szerintem de még hogy senki, de csak egy zárójas megjelent. Tehát amikor a 17. században befogadják a zsidókat, akkor ezek a zsidó emberek, főleg a Mária Terézia után, asszimilálódni akarnak. A szüleim aztán pláne. És itt volt még ez a világégés, a holokauszt, ez a borzalom. Ezek után meg tényleg azt gondolták, hogy az fenébb a zsidósággal, sútba dobni mindent. Azt a gyereknek sem mondjuk a gyerekeinknek. Ők magyarok és kész. És tulajdonképpen ez meghatározta az én családtörténetemet, és amikor ezeket a leveleket elolvastam, akkor valamire rá kellett döbbennem, amit hát természetesen az ember tudott racionálisan. Tehát azt tudtam, hogy... kérdezni, hogy igen, hogy őre vajon, hogy hathatott, hogy volt egy olyan, hogy valamit itt, tehát na most megvilágosodott, valamit tudtam, hogy nem vagyok pont olyan, mint a többi, vagy volt valami ilyesmi, milyen ez a felismerés? 11 és fél éves voltam, és volt egy Weiss nevű osztálytársunk, és ez a Weiss, ez történetesen nyúlszájú volt. Uh-huh.
hát teljesen zsidó. És miután ő volt egyedül, aki ilyen neve volt, ugye a zsidók azok többnyire magyarosítottak a nevüket, mi Goldsteinnek voltunk régen, mert úgy értem, a mi családunk, abból lett Gárdos. Úgyhogy ez a kérdés fel sem merült az osztályban, de a Weiss az olyan egyértelmű volt, és ráadásul ott volt szegénynek ez a kis testi hibája, hogy erre nagyon hamar rákerült a pecsét, hogy ő zsidó, és egy irányba laktunk, mi három jó barát és a negyedik a Weiss. Nem voltunk vele se rosszban egyébként, és amikor elváltuk a Herlád és a Petert utca sarkán, ez Pest 7. kerülete, akkor minden alkalommal kicsit meggyepáltuk a táskánkkal, megvertük. Egy tipikusan korakamaszkori csíny volt, amelynek nem volt a gyökeretlenzésen az volt, hogy a másságot, a kisebbséget egyfajta felsőbséges tudatból lenézzük és megverjük, de nem volt benne ilyen komoly antiszemitizmus, vagy végig gondolatlan, nem, semmi nem volt. De hát jól éreztük magunkat attól, hogy egy nyúlszájú zsidót megütünk ott, és attól jól éreztük, boldogan mentünk haza. És az apám egyszer, első emeleten laktunk, Henál 54, első emelet 4, látta az ablakból. És akkor felértem, akkor bejöttem, és kinyitott az ajtót, először bajtott, és azt mondta, hogy nem, sziasztok, te miért bántjátok azt a szegény gyereket? És én hát valakinek elmondhatom az apámnak, aki a világ legjobb embere volt, nagyon imádtam. Azt mondtam, hogy hát papa, miért bántjuk? Azt mondta, hát mindenki tudja róla, nézd meg, nyúlszájú és zsidó. És az apám, aki soha életében meg nem ütött, egyébként se előtte, se utána, adott egy akkora pofont, hogy hosszú, kerkés, sötét előszobák volt, egyik oldalán egy beépített szekrényen, hogy én neki zuhantam a szekrénynek, effektív visszapattantam, a már hatalmas pofon volt a másik oldalra, majd földre zuhantam. Nagyon fájt a pofon, de annyira megdöbbentem, hogy apám megüt, hogy elfelejtettem sírni is, és akkor azt mondtam neki a földön ülve, ránézve döbbenten, hogy ezt most miért kaptam? Apám hosszan, máig emlékszem a pillanat, hogy nem válaszolt rögtön. Tehát körülbelül eltelhetett egy fél perc, vagy egy perc, tehát nekem úgy tűnt egy örökké valóság. És akkor azt mondta, hogy hát azért, mert te is zsidó vagy. Megfordult, nagyon lassan becambogott a szobába, és lassan betette az ajtót. Hosszú először ültem az előszobába. Most tudja, az igazság az, hogy egyetlen dologra emlékszem ebből az emlékemből. Ma már tudom, hogy a szégyen érzett, hogy olyan volt, mintha itt a tüdőmben valamilyen sósaszerű anyaggal elkezdtek volna ott belül szétmaradni. Tehát effektív fájt a lelkem. Szóval olyan erős szégyenérzetem volt, és ezt a tüdőbeli marás vagy maratást, ezt az emlékezetem megőrizte, soha többet sem ütöttem meg a Weisst. De mondom, megvan magának, ami legérdekesebb, hogy soha többet nem ütöttem meg senkit. Tehát nagyon sokszor voltam az életemben a helyzetben, férfival, nővel, hogy vissza kellett volna ütnöm. És nem megy. Tehát máig nem megy. Tehát valószínűleg itt beépített az apám egy olyan gátat. Nem beszéltünk róla egyébként, tehát soha többet ezt ki nem beszéltük. Tehát ott maradt bennem, tudtam, hogy egy titok birtokosa lettem, és ezzel nem szabad visszaélnem, és ő nem szívesen beszélt róla. Felnőtt korban már természetesen faggattam, hogy te miért nem beszélsz te apádról, mert az én nagyapámról soha. Hogy honnan, mi van, és miért voltad a gyerekkorodban? És egyetlen tudtam, hogy koncentrációs volt, és miért nem beszélt, mit csináltak veled? És soha egy büdös szót nem beszélt erről. Mindig azt mondta, hogy majd. Péter, majd. Nem kell ezt, ne siessük el, majd. És önnek, ugye ma már tudom a levelek elolvasása után, hogy nekem keményebbnek, követelőzőbbnek és szigorúbbnak kellett volna lennem ebbe a kérdésbe. És ki kellett volna belőle passzíroznom a választ. De hát ez a pillanat elmúlt, és maradt a könyv, és maradt az, hogy valamit meg tudtam ebből írni. Egyébként az apámból elképesztő dolgok derültek ki, többek között például az, mert gyűjtött a saját önéletírásait is. Tehát megvoltak egy dossziéba, amit ő 1946-ban, amikor először kellett önéletírást írni, hazajött Svédországból, hazajöttek, és jelentkezett egy újsághoz, a Világosság című lapot, és írt egy önéletírást. És akkor még őszinte ember volt, de 15 oldalas önélet, ez egyre rövidebbek lettek, 15 oldalt írt. És a harmadik oldalon van egy mondat, amely leírja, hogy ő hol volt, három koncentrációslábort is sikerült átélnie, és mindegyiket túlélte, és azt írta, hogy Bergen-Belsenben hullákat égettem. Hoppá! Most ez a levél,
vagy ez a önéletírás, ez a mondat, ez beleégett a tudatomba, mert elkezdtem azon morfondírozni, hogy na igen, hát itt, hogy miért nem beszéltek róla. Hát maga el tudja képzelni, hogy erről lehet beszélni? Úgy elkezdtem gondolkozni, hogy mi történhetett apámmal Bergenben, mert tudja, kik lettek hullákat égettők, azok jelentkezni lehetett. Elképzelem, hogy 1945. januárjában, akkor már harmadik hónapja volt ott, lehetett 30 kiló, kiverték az összes fogát, tehát nem volt effektív foga, tehát nyomogva ette meg azt a borzalmat, amit adtak. Azt mondhatta egy hajnalon, gondolom én, de hogy elképzelem, hogy jelentet szívesen megrendeznék, vagy nem szívesen, nem tudom, nem rendezném meg szívesen. Egy szép szőke herceg, aki ott állt egy farkaskutyával, és volt egy sáv a zubbonyán, azt kérdezhette, hogy zsidók, ki az, aki egy pluszkányérre jelentkezne egy kis munkára? És el tudom képzelni, hogy 10-15-en köztük az apám is felemelte a bal kezét. És akkor mondták, hogy a hullákat kell elvinni a mágiára. Ott tudnék, nem volt gázkamra. Ott az Auschwitzban volt, ott meg kell szabadulni valahogy gyorsan a hulláktól, és a hullákat leggyorsabban úgy lehetett megszabadulni, hogy felsristolták őket, és elégették. Na most az apám ezt csinálhatta 2 hónapig, gondolom én március végéig, míg fel nem szabadították a tábort, és ezt az anyám se tudta. Tehát az anyámnak sem mesélte el, szerelem ide, szerelem oda. Tehát ez olyan mélyre volt beásva a múltba, az emlékekbe, hogy ennek a feltárása vagy a kikaparása az szerintem egyet jelentett volna az öngyilkossággal. Mert azt hiszem, hogy abban a közegben, ami a holokausz volt, azok az erkölcsi törvények, amelyek szerint mi most közlekedünk, azok erkölcsi törvények azok nem működtek. Hát úgy működtek, hogy mit egy állatnál, a továbbélés érdekében egy csomó, azok az ösztön. Na most az ember ezeket a morális döntéseit, amelyeket ilyen állapotban hoz meg, azt soha többet nem akarja magán. Nem akarja feltenni a kérdéseket, hogy miért hoztam, és nem akarja feltenni azt, hogy milyen állapotban lehettem, hogy ezt megcsináltam. Egyébként az onnan kommandónak, ugye erről van irodalma van, ennek a túlnyomó része öngyilkos lett. Tehát ez nem bírta azt a nyomást, amelyet a lélek rágyakorolt. Apámmal szerencsésebb, és azt gondolom, hogy az élni vágyóbb csoportba tartozott, akik inkább eltemették. Tehát arra a kérdésre, hogy miért nem beszélt az anyám, nagyon egyszerű választ tudok adni, hogy az apám se nem akart erre emlékezni. Az anyám egyébként, hogy még egy titkot feltárjak, természetesen ebben a bizonyos őszintességi mániákus 6 hónapjában, amikor elbeszéltük róla, akkor mindent feltár. Többek között azt is, amit egyébként sózokóval mesélem mindig. Tehát bármikor ezt felidézi, most a felidézi társaságban, akkor mindig elkezd bőgni, hogy valamikor február tájékán ők a konyhabarak mellett voltak. A 7-es barak volt az övék, a 6-as barak volt a konyhabarak, és a konyhabarakban a szerencsésebbek dolgoztak, mert ottan ők csinálták ezt a moslékot. Többek között az volt mindig, hogy krumplit hámoztak, és a krumpliból csináltak valamilyen levesfélét, azt kapták a napi egyszer kondérban. És délután 3-4 táján mindig a szemetet kiöntötték a 6-os barak mellé. De a német keretlegények azok mondták, hogy egy dolgot nem szabad, 3 és 5 között közelében nem lehet 6-os baraknak menni, aki a szemét közel megy, azt lelövik. És ezt a csoport betartotta. De február táján olyan erős érzékérzetük volt már, ennek egy barakban kb. 200-250 nő volt, hogy anélkül, hogy összebeszéltek volna, egyik délután, 3 óra, akkor már szürkült, sötétedett, elindultak, mint egy farkasfalka elindultak a szemét felé, és egymás tépve, marva, egymás szemét kitolva egy ekkora darab koszos, rohadt, homokos krumplihéjér megölték a másikat. És mondja az anyám, hogy ő arra emlékszik, hogy egy idősebb asszony kezéből, ő kikapta a krumplihéjét, és villámgyorsan betömte a szájába, aki még utána kapott, de már nem ért el, végigkarmolta a nő az ő arcát, és azt mondja, és mindig itt elkezd bőgni, Péter, azt a boldogság, ahogy az a homokos
rohadt íz végigcsorog az ízlelő bimbókon, és ropog a fogai között a homok, azt a boldogságot, azt soha nem fogja elfelejteni. Érte, hogy micsoda ellentmondás van ebben a mondatban? A boldogság, a borzalom, együtt minden. És akkor ezt felidézi x év után. Hát persze, hogy ezzel nem lehet naponta élni, vagy úgy lehet élni, hogy az ember elmegy egy terápiára, ezek az 46-ban, kibeszél mindent, és ettől kezdve hirdeti, hogy én ez voltam, és ez lettem. De nem tudták, hogy ők betegek, nem tudták. Egy amerikai tanulmány szerint az lányom egyébként állandóan tudósít erről, mert ő terapeuta lett. Szerintem nem véletlenül. Mm-hmm. Tehát ez is valamilyen a sorsnak a különös játéka. Szóval mindig tudósít arról, hogy a második és a harmadik generáció a legkiszolgáltatottabb fura módon, már a holokoszt nemzedik második, harmadik generációja, akik úgy viszik magukkal a bűnt és a bűnhődés, hogy nem tudnak róla, hogy pontosan miről van szó. De valahogy a génekben, vagy a fene tudja, hogy mégiscsak átöröklődik ez a dolog, és az lesz belőle, ami lesz. Hogy én például mit éreztem, amikor megtudtam ezt az egész dolgot, holott igazából nem tudhattam, hogy csak ezt a szerencsétlen Weiss fiút láttam, aki később kántor lett egyébként. Most az a helyzet, hogy mindjárt lejár az idő, és itt fognak kopogni, hogy kezdődik a bemutatósok. Muszáj elmondjam azt, hogy ugye van a könyv, van a film. Igen. És megkérdezte ön, hogy láttam-e, olvastam-e, mondtam, hogy igen, és hogy igen, mint nagyon sok esetben a könyv volt a nyerő nálam, és azt mondtam, hogy elmondom, hogy mi zavart a filmben. Igen. A filmben engem a jelenkori jeruzsálemi történet zavart. Abszolút értelek, mérte magát, megmondom, mi történt. Az történt, hogy... Gondolom, valamilyen koprodukciós kényszer helyzet. Így volt, az történt, hogy a film alap nekem akkor adott pénzt, tehát úgy tudtam egy sánszt a filmet, hogy a koprodukcióba csinálom. A svédek viszonylag hamar beszálltak, és volt egy izraeli ajánlatunk is, egy nem jelentős összeg, a 15%-a volt a költségvetésnek, és az volt a feltétel, hogy kell forgatnom Izraelbe egy kicsit, és be kell tennem egy vagy két szereplőt. És akkor én kitaláltam a keretjátékot, hogy az én anyám az kvázi Izraelbe ír, és onnan kezdve meséli az egészet. És nagyon sokan mondják, amit ön mond, hogy ez olyan tehertétel volt, olyan batyú volt a filmen, amelyet nem tudott meghaladni a mozi, és valószínűleg igaz is. Képzelj el, hogy én már felkértem a Törőcsik Marit, akit én szerintem a nemzedékének a legnagyobb színésznő, ugye, tehát a legnagyobb magyar színésznő, ahol biztos vagyok. Le volt egyeztetve, vagy ő játssza az én mamámat, megtaláltuk a helyszínt, és vissza kellett mondanom, mert belépett a koproduszos partner a filmbe. Ez volt az ára. És ez az utolsó kérdésem, ígérem. Tehát van egy könyv, van sok-sok film, és mégis kicsit csendben mondja azt, hogy író-e, vagy filmrendező-e, vagy talán egyik sem. Nem tudom, ezt eldönti majd a sors. Nézze, én azt gondolom, hogy én filmrendező vagyok, aki belecsöppent, mint Pilátus a krédóba az íróságba. De olyan erős nyomás van rajtam, belülről és kívülről, és kívülről azért, mert nagyon sok külföldi kiadó, aki kiadta a Hajnali Lázat, az vette az ígéretemet, hogy én most sokára megjelenek egy másik regénnyel. És belül is, mert most az ember azt akarja bizonyítani, hogy nem véletlen. Hogy az a, nem, tényleg nagy nem akarok szerintelennek látszani, de mégis csak 36 országon megjelent, hát világsiker lett ez a regény, hogy nem véletlen ez a regénynek, ez a diadal útja. Tehát ez nehéz már überelni. Nehéz. Írtam egy új regényt, és meg fognak sokára jelenni, majd meglátjuk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a Magyar Annás vendége volt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.